Szép számú nézőközönség előtt készült bajnokavatásra a Dunaharaszti, a Pest vármegyei első osztályú bajnokság 29. fordulójában, ahol DMTK Vácvi LSL mérkőzést rendeztek május 25-én. A vendégeknél a tavalyi gyenge szezon után idén jelentős javulás volt érzékelhető, hiszen a 7. helyről várták a találkozót. A tabella élmezőnyét rendre megszorongatták, például oda-vissza legyőzték a Csomádiakat, de a Vecsés ellen is 3 pontot gyűjtöttek. Csapatunk ellen viszont nem sok babér termett eddig a Vácziaknak, és most is 2 vereséggel a hátuk mögött érkeztek a Vincenti utcába, ám valószínűleg ezek tudatában sem szívesen asszisztáltak volna egy hazai pesgő pukkantással fűszerezett örömünnephez, és ez meg is látszott a teljesítményükön. Ami a DMTK-t illeti, a tavaszi teljesítmény kevésbé volt meggyőző, mint az őszi, mégis a bajnokság legnagyobb esélyese volt, végig az Ugi Mike irányította csapat. A kisebb botlások után mindig felálltak a játékosok, és foggal körömmel küzdöttek, ha arra volt szükség, hogy mielőbb bebiztosítsák a szurkolók által várt bajnoki címet, amely ezen a napon karnyújtásnyira volt csupán. Vezetőedzőnk ezúttal is gyatyellel kezdte a névsort. Mellette Csizmadia, Kovács Galavics, Kis, Bata, Gosztonyi, Szmola, Tóth, Szabó, Kanizsai, Szalai lépett pályára. A mérkőzésen Aszódi Csaba fújta a sípot, Szabados Tibor és Kőhegyi Bence segítségével. A vendégek jól kezdték a találkozót, szervezetten védekeztek és igyekeztek megtartani a labdát, hogy csapatunk ne bontakozhasson ki. A bátor játéknak köszönhetően a 7. percben szöglethez jutott a Vác, és Marosi révén Kis ilyen meg is szerezték a vezetést, de a fehér 14-es nem ugrott elég magasra. Az első hazai lehetőségre a 22. percig kellett várni. Ekkor Csizmadia indításából Bata került helyzetbe, de Bajkán lábbal hárított, és a védelem fejveszve szabadított fel. A második helyzetet Haváci segítséggel is, de sikerült gólra váltani. Csizmadia beadását a kifutó Bajkán oroszul találta el, a pattogó labdára pedig Szabó csapott le, és közelről a hálóba passzolt. A pálya szélén pedig hatalmas ováció tört ki. A vendégkapust talán kissé megzavart a Szmola és Hugyec csörtéje, de a hibája végzetes volt, Szabó pedig nagyszerűen használta ki a lehetőséget. A 35. perc Váci szöglet, Marosi visszafejelte, Kovács Galavics felszabadítása pedig visszapattant, de Gyatyel könnyedén megszerezte a labdát. 3 perccel később újabb szöglet, ez most a rövidre és a kapufáról vágódott le. Szalai biztosította a rövid oldalt, de nem volt veszélytelen. A 41. perc, Szabó indította a támadást a félpályánál. Gosztonyitól egy jó keresztlabda Kis Dominik felé. Tőle Szmola kapta. A bepasszra pedig Szabó érkezett, és 2-0, tombolt a közönség. Hiába játszott eddig bátran, és tartotta a labdát a Vác. Csapatunk jól használta ki a kevés lehetőségét eddig. Szabó Bence második góljával, Haraszti Vác 2-0!
A második játékrész is vendéghelyzettel indult, és érdemes végignézni, milyen szépen egy érintőből jutott el a DMTK kapujáig a Vác, amelynek sokat javult a játéka az előző szezonhoz képest. A leseállítás a félpályánál nem sikerült, így léphetett ki Rusvai, de egy pontatlan lövéssel lepuskázta ezt a szépen kialakított lehetőséget. 56. perc, a váciak továbbra is igen aktívak voltak. Hitvén lopta le a labdát Csizmadi a lábáról és egyéni akcióba kezdett, amit talán ideje korán fejezett be egy gyenge lövéssel. 60. perc, Szmola a szabadrúgásnál. A labdája lágyan érkezett az ötös sarkához, és Szabónak kicsit magasan. Már nem tudott rábólintani, de különben is lesz, szabadrúgás következett kifelé. 2 perccel később Bata szögletét Tóth csúsztatta meg, majd a 2-6-os fejpárbaját Török nyerte, a kipattanóra Csizmadia érkezett és hatalmas löketet eresztett meg, de levágódott. Viszont éppen Bata elé, a labda pedig a hálóban, hatalmas az öröm, de hiába, mert a játékvezető lesz címén érvénytelenítette a találatot. Itt még jól láthatóan tovább engedte a játékot, majd az asszisztens jelzésére utólag érvénytelenítette a találatot, amely egyébként Bata Csongor 40. bajnoki gólja lehetett volna. 72. perc, újabb ívelés a 16-oson belülre, és ismét Szabó volt a célpont, de ezt a lehetőséget sem tudta gólra váltani. 74. perc, Váci szabadrugás, és Hugyec próbálta eljátszani, hogy beadás következik, pedig Szabó Márk volt a célpontja, és Lancman Dominik ezt kiválóan lereagálta, amivel sikerült is kikényszeríteni ezt az igen gyenge beadást. 88. perc, csapatunk hajtott a 3. találatért. Kanizsai előre vágott labdáját, Szabó tette vissza sarokkal, Bata azonban nem számított rá, mégis meg tudta tartani. Most Tóth, Szmola, és megint Tóth. Az emelés nem jött össze, inkább vissza Szmolának, a lövés viszont pontatlan. Ez már a 90. perc, és az utolsó remény. Szabó Márk passzolt hátra Bajkánhoz. A kapus pedig Szmolát találta el, és mielőtt Bata is odaért volna, nehezen, de megszerezte a labdát. A játékvezető pedig lefújta a mérkőzést, amely így 2-0-val ért véget, és valószínűleg senki sem fogja hiányolni tovább a 3. hazai gólt, hiszen sokkal fontosabb, hogy a 2023-2024-es szezon bajnoka a DMTK, amelyre vár még egy találkozó a 30. fordulóban az Örkény ellen, mielőtt egy oda-visszavágós párharcban megkísérelhetné a feljutást az NB3-ba. A Vác méltó ellenfele volt a Harasztinak ezen a napon, nagyszerűen játszottak, de a bajnok jó helyzet kihasználásának köszönhetően hazai pályán tudta tartani a 3 pontot, amely láthatóan igazi népünnepét váltott ki mind a pályán, mind a közönség soraiban. Ilyenkor mit mondani, de 2-0-ra győztünk a Vác ellen a te 2 góloddal. Te hogy értékenéd a találkozót és az egész évet? Egy nagyon nehéz év volt, viszont itt a végén minden klappolt, és hál' Istennek az én 2 gólommal sikerült nyerni. Igazából a csapat érdeme az egész, meg hogy ilyen nehéz szezon után is fel tudtunk állni a fél év után. Szóval köszönöm szépen a csapatnak és a szurkolóknak, hogy támogattak minket egész szezonban. Köszönjük szépen mi. Köszönöm szépen. Minden jó, ha a vége jó. A Vác ellen 2-0-ra nyertünk és bajnokságot nyertünk. Te hogy érzed magad most? Hát nehéz ilyenkor szakmailag nyilatkozni, hogy mit kellett volna a mérkőzésen máshogy csinálnunk, hogy kellett volna csinálni.
Egy volt a célunk a mai mérkőzésen, hogy nyerjük meg ezt a meccset, ne kelljen az utolsó fordulóba még izgulnunk, és ne idegenbe kelljen azon remegni, hogy meg lehet-e a bajnoki cím. Szerintem így nagyon jó volt, hogy hazai pályán meg tudtuk nyerni a bajnokságot. Gratulálok a csapatnak, gratulálok a stábnak, és minden szurkolónak köszönjük a szurkolást, és köszönjük szépen, akik mellettünk álltak ebbe a nehezebb időszakba is, amikor tudjuk, hogy voltak azok is. Ezzel igazából a bajnokságot sikerült megnyernünk, a célunkat még nem teljesítettük, hiszen azért szeretnénk osztályt is lépni. Lesz egy kis ünneplés, és utána készülünk majd a rájátszásra, meglátjuk a sorsolást, hogy mi lesz, és készülünk azokra a mérkőzésekre is. Gratulálunk, és sok sikert hozzá! Nagyon szépen köszönjük!